A most felújított épület mindig is iskolaként funkcionált. Évtizedeken keresztül működött itt az Arany János Általános Iskola. Amikor bezárták, a város vezetése ígéretet tett arra, továbbra is oktatási céllal fogják használni a tulajdon. És az ígéretet betartva, most ismét megtelik gyerekekkel a felújított épület, hiszen az üzemeltető a Tolna megyei szakképzési centrum szervezetébe tartozó iskola lesz. Ez egy speciális helyzet, amikor a vagyon tulajdonosa az önkormányzat, az ingatlan vagyoné, de a fenntartója, a kezelője, az pedig egy másik szervezet, jelen esetben a Tolna megyei szakképzési centrum. 5 évvel ezelőtt, 2016 tavaszán kötöttünk egy szerződést a szakképzési centrummal, a vagyonkezelést illetően erre az ingatlanra, miután ez az épület megüresedett. De azt gondolom, a legfontosabb szempont a mostani mai nap apropóján az, hogy tudtunk együtt felelősen gondolkodni és együtt dolgozni annak érdekében, hogy ez az épület teljesen megújuláson, hiszen ez az iskola több évtizede, több mint 60 éve már, hogy itt áll maga az épület, és ekkora jellegű felújítás, beruházás még soha nem valósult meg az elmúlt 6 évtized alatt. A városnak egy a területfejlesztési operatív programban nyert fedezet adta lehetőséget arra, hogy elsősorban energetikailag korszerűsítse az épületet. 300 millió forint az a forrás, amit erre tudtunk fordítani. Egy energetikai pályázatnak az a sajátosság, hogy ilyenkor mindig szigetelésekről beszélünk alapvetően. Ez is megtörtént ennél az ingatlannál, ugye külső homlokzatszigetelés, tetőszigetelés, a fűtés korszerűsítése megtörtént, nyilánzáró cserék történtek. De gyakorlatilag, amit ezzel elértünk, az az, hogy olyan energiahatékonyságú kategóriában minősítésű vált ez az ingatlan, ami 5 fokozat előugrást jelentett az épület tekintetében. Ez nem csak azért fontos, mert olyan sokat beszélünk a környezetvédelemről, a klímavédelemről, egyébként igyekszünk minden egyes önkormányzati tulajdonnál ezekre nagy figyelemmel lenni. A legtöbbi intézményünk tetején, napelően parkban is sok minden mást mondhatnék még, hosszasan sorolhatnánk azokat a lépéseket, amivel igyekszünk a klímavédelemért konkrétan tenni is, nem csak beszélni róla, hanem nem utolsó sorban, aki üzemelteti, aki fenntartja jelenleg az iskolát, nekik a közüzemi számlák megfizetésénél sem utolsó szempont, hogy mennyire tudnak hatékonyan fűteni, világítani és például napelemen energiát nyerni. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy Bonyhád és környéke a megye legdinamikusabban fejlődő területe. Ez a harmadik ilyen telephely, volt 2. számú, vagy más néven Arany János általános iskolának a helyén. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek is bizonyították azt, hogy ha odafigyelünk a szakképzésre, illetve odafigyelünk a gazdaságfejlesztésre, és hogyha az önkormányzat ennek a motorja, akkor jelentős fejlődést tudunk indukálni ebben a térségben. Így volt ez az ipari parkunk esetében is. Most már azt mondhatjuk, hogy Tolna megyének az egyik legdinamikusabban fejlődő térsége Bonyhád város és környéke. És ehhez az kell, hogy a szakképzést is oda tudjuk vinni, illetve fejleszteni. Ezért minden gyerekre, gyermekre, pedagógusra számítunk aznak érdekében, hogy a gazdasági fejlődést a következő években is ki tudjuk szolgálni. A felújítás költsége megközelítette a 300 millió forintot. Filoni Ferenc Ibolya, az épület tulajdonos, Bonyhád város polgármestere úgy értékelte, ez a projekt a legjobb példa arra, hogy mindegy, ki a tulajdonos és ki az üzemben tartó, a közös cél érdekében sikeres összefogás zajlott, és ennek köszönhető, hogy létrejött egy korszerűbb iskolaépület. A szakképzési centrum pedig vállalt azt, hogy belülről a saját lehetőségehez mérten megújítja az épületet, és nagyon sok minden teljesen átalakult és megvalósult. Én emlékeim szerint a volt ebédlőből és a konyhát kiszolgáló részekből ma már ugye tanári van és különböző helyiségek, ami teljesen átalakításra került, tehát gyönyörűen felújították. A teljes épület kifestésre került, az a villamos hálózat, ami itt 6 évtizeddel ezelőtt került kialakításra, az most tudott megújulni, és azt is a szakképzési centrum valósította meg, hogy az épületben valamennyi vizes blokk felújításra került, így a diákok és a tanárok számára is teljesen a mai kor követelménynek megfelelő vizes blokkokat találhatunk. Amit még nagyon fontosnak tartok, és ami számomra öröm, hogy itt a belső felújítási munkáknál a szakképzési centrumnak ugyanolyan fontos volt, mint ami számunkra is mindig elsődleges, hogy bonyhádi vállalkozások tudtak, vállalkozók tudtak itt nagy részt döntően dolgozni.
ugye nem mindig van erre lehetőség, hiszen attól függ, hogy milyen nagyságrendről beszélünk, törvények pontosan szabályozzák azt, hogy mondjuk egy nyílt közbeszerzési eljárás keretében, akkor 300 millió forint feletti beruházásnál egy olyan eljárás kell indítani, amikor csak azon múlik, hogy ki lesz a nyertes, aki a legjobb ajánlattevő, mi válik a pályázat eredményeként. Ilyenkor, amikor több kisebb egységből áll egy-egy felújítás, és elválnak ezek időben és térben egymástól, akkor természetesen lehetőség van arra, hogy konkrétan akár több árajánlat kéréssel, de megversenyeztetve a vállalkozókat, mégiscsak Bonyhádiaknak sikerült ezt legtöbbnyire elnyerni. Én erre nagyon büszke vagyok, meg kell nézni, milyen munkát végeztek, és bízom benne, hogy tudnak menni majd máshova is, és tudják folytatni ezt a nagyszerű dolgot, amit itt ennek az épületnek a felújításánál elvégeztek. Végezetül azt gondolom, hogy egy újabb bizonyíték annak a mai nap, hogy teljesen mindegy, hogy ki a tulajdonos, ki a fenntartó, ki az üzemeltető egy ingatlannak. A cél az ugyanaz, a mi gyerekeink járnak ide, a oktatók, nevelő tanárok, szintén Bonyhádiak, a város környékiek, mi Bonyhádiak látjuk nap mint nap az épületet, amikor lehetőségünk van bármire továbbra is a jövőben ezt a politikát fogjuk folytatni. Mindenre pályázunk, és igyekszünk mindig egyel tovább lépni. Nagyon sok szempont van, de ez is többek között a közös gondolkodásnak a része.